emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt. Van egy jókora harag is, azt gondolom, de és fájdalom, viszont ennek a másik része, hogy a barátunkért ezt, meg a barátunknak ezt megcsinálni, ez egy eléggé magasztos dolog, ami sokat emel a hangulaton valahogy mégis. Eredetileg 30 dalt szerettünk volna játszani Őrs barátunk emlékére, mivel az eredeti dátum szerint akkor lett volna 30 éves. Ez végül is így 31 dalra bővült ki, rengeteg vendégzenésszel. A Lander Kills alakulásánál volt közös turnénk együtt az AVS-el, ott sikerült úgy igazán nagyon jól összemelegednünk a zenekarral. És ott mélyült tovább a dolog, amikor meghallottam ezt a Viszlát nyár című dalt, és írtam az Őrsnek, hogy ez valami hihetetlenül jó. Szerintem a legjobb dolog, amit tehettek, az, hogy most itt vannak, folytatják, megemlékeznek Őrsről, és szörnyű dolog, amiért itt vagyunk, viszont nagyon jól tudunk egymásnak örülni. Még a gimiben a barátaimban volt egy olyan időszakunk, hogy folyamatosan imádtunk lejárni hardcore metal koncertek, ami azóta is tart, és az AVS zenekart ott ismertem meg az egyik koncerten, és elképesztő volt az energia, és Őrsnek a jelenléte a színpadon, és én itt találkoztam vele igazából először, hogy a közönségbe álltam, és rajongónként figyeltem őket. Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy felkértek erre a koncertre, mert tényleg szerintem mind a két van a Őrsnek nagyon jó barátai, de mellette hogy aggódok, hogy egyáltalán tudok-e úgy énekelni, hogy Őrs büszke legyen. Nagyon rég ismerkedtünk meg az AVS zenekarral. A gimnáziumban fölöttünk jártak. Ők voltak mindig a nagy zenekar, akiket irigyeltünk és akikre fölnéztünk. Baromi rossz, hogy most ennek a koncertnek itt meg kell történnie, de próbálunk arra gondolni, hogy mennyire jó ember volt az Őrs, és mennyi mindent adott, és próbálunk nem arra gondolni, hogy már nincs velünk. Mindenképp azt gondolom, hogy erőt adott ez, hogy valamire tudtunk készülni igazából, amiben tudtunk kapaszkodni egy picit történtek után. Ennek a napnak is vannak olyan oldalai, amik feltöltenek, és amik olyan pozitív dolgok, csak az egésznek van egy olyan árnyéka, ami miatt nem lehet azt mondani, hogy mennyire örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, mert örülünk, hogy ennyire sokan eljöttek, csak bárne ezért kellett volna. Mindig egymagam maradok, látod hatatlan részem, elpárolgott. Én világi életemben nagyon-nagyon irigyeltem Őrsnek ezt a rettenetes dinamikáját és ezt az iszonyatos életet, ami benne van. Remek szövegíró volt, nagyon jó énekes és egy igazi jelenség. Adnám a sajátom, de cserélném működőképesre. Én Őrsét egy elképesztő frontembernek láttam. Színpadon pedig tényleg egy csoda volt, elképesztő volt, ahogy ugrált, pogózott és fáradhatatlanul rázta a fejét. Nincs is egy koncert hangulata, de Őrs pedig biztos azt akarná, hogy kifejezetten egy koncert hangulat legyen és jó hangulatba teljen. Nem is tudok nagyon múlt időbe beszélni, mert én úgy gondolom, hogy van, szóval hogy ez így is marad, és az örökség, amit itt hagyott, az leírtatatlanul sokat jelent a magyar metal zenének, én úgy gondolom. 6000 fokon éget, én csak szuperlatívuszokba tudok beszélni róla. Óriási energia az, ami volt benne, és ami árad belőle folyamatosan. Nekem nagy példaképem egyébként, zeneileg is, meg emberileg is. Mindenkinek egy picit a barátja volt. Tehát, hogy ő tényleg az az ember volt, aki hogyha bárki a zenekar rajongója, vagy bárki ráírt, hogy van valami problémája, akkor simán azt mondta, hogy jó, beszélgessünk, és nyilván a szövegei is zseniálisak voltak, az egész kiállás. Minden, amit csinált, az volt, de ez még pluszba szerintem adott egy olyat, hogy kicsit most tényleg mindenki nem egy énekes gyászol, hanem egy kicsit mindenki a barátját gyászolja.